A tények után most jöjjenek a kevésbé ismert történetek. Szerte a világban nagy visszhangja volt a forradalomnak. Több ország elítélte a Szovjetuniót, a lengyelek ruhákat, élelmet küldtek. Még Elvis Presley is felszólalt a magyarok érdekében, a Time magazin pedig az év emberének a magyar szabadságharcost választotta. További érdekességek már Barnától és vendégétől. Külső stúdióban ott van borvendég Zsuzsanna, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársa. Kezét csókolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket is! Utána néztem ennek, hogy mennyi olyan esemény van, amiről én például magam nem is tudtam, meglepődve olvastam. Hát nyilván azt tudtam, hogy 56-ban a Time magazin címlapján ugye a magyar szabadságharcos volt. De egy évek később meg már Ruscsov. Ezt hogyan lehet értékelni? Az a Ruscsov, aki szétverte a magyar szabadságharcot és forradalmat. Hát a Time magazin címlapjára azért nagyon érdekes embereket választottak sok esetben, tehát az év emberének is Sztálin például kétszer volt az év ember a Time magazin szerint, de 39-ben például Hitler, tavaly évben meggét a Thunberg, tehát azért egy olyan tendenciákat mutat a Time magazin értékválasztás, ugye hivatalosan azt mondják, hogy ők nem feltétlenül érték alapján választják az év emberét, hanem azt választják, aki az adott évben a legnagyobb hatással volt a politikai, történelmi eseményekre. Úgyhogy ilyen szempontból, hogy Hruscsov 57-ben, vagy hát 58-ban tulajdonképpen hogy kerül oda, mint az 57-es év embere, azért ez érdekes kérdés, és elég komoly erkölcsi dilemma elé állítja különösen a magyar nemzetet, de azért arra büszkék lehetünk, hogy 1956-ban az év emberének úgymond nem is egy konkrét embert jelöltek, hanem embertípust, és ez a magyar szabadságharcos volt, és egy gyönyörű, egyébként egy nagyon szép címlapot terveztek hozzá, igazából azt se tudjuk, hogy ez egy fotó alapján készült, vagy egy fikciós rajz, de azért én azt gondolom, hogy egy nagyon impresszív alkotás sikerült, hogy erre büszkék lehetünk. Kotoráztam a jegyzeteiben a következő. Alberto Moravia író javaslatára azt javasolta, hogy azokban az országokban, ahol szovjet nagykövetség volt, azt az utcát, amelyiken a szovjet nagykövetség van, kereszteljék át mindenhol szerte a világon a legyilkolt magyarok utcájának. Ezt én például nem is hallottam még. Hát az az igazság, hogy ezt nagyon kevesen tudják. Nagyon nagy hatása volt 56-os forradalomnak Európára. És hogy miért? Tehát a Moráviáról is tudni kell, hogy egy baloldali gondolkodású író. Ugyanúgy, ahogy Camus is, meg nagyon sok, tehát a két világháború között a baloldali ideológia egy nagyon felkapott és nagyon trendi szellemiség volt a nyugat-európai értelmiség körében. És nagyon sok írót megfertőzött. Camus mondjuk nem 56-ban ábrándul ki a sztálinizmusból, hanem korábban. De olyan megrázó mondatokat ír 57 elején az 56-os szabadságharcról, amit aztán megismétel 66-ban egyébként a 10. évfordulón írja meg a Magyarok Vére című proklamációját, amelyben újra felhívja az emberiség figyelmét arra, hogy 1956 szelleme egy olyan példamutatás Európa számára, amit nem szabad, erkölcsi kötelessége nem csak a magyar nemzetnek, hanem a teljes európai közösségnek meg számon tartani, megjegyezni és példaként emelni, soha el nem felejteni. Tehát Moravia is ebbe a sorba tehető, aki egy baloldali gondolkodású író, de 56 volt az a pillanat, amikor lelepleződik ennek a baloldali ideológiának a farkasarca. Tehát 56 megmutatja, hogy ez a baloldali hagyomány, ami a való világban egy sztálinizmust erőltett a keleti blokkra és a többek között Magyarországra is, tehát ez egy akkora szemfényvesztés és akkora hazugság, hogy az igazi szabadság és az igazi értékek az ezzel való szembe menetelben van. És innentől kezdve az európai baloldal megrendül, tehát 56-nak, ha a nemzetközi kitekintésben nézzük, hogy milyen jelentősége volt, ugye a magyarokat cserben hagyja az egész világ. Tehát azt gondolnánk, hogy nincsen nemzetközi vonatkozása,
Pedig van, pont abban, hogy a baloldali ideológia vállalhatatlanná válik. És nagyon érdekes, hogy például Olaszország, ha már Moráviánál tartunk. Olaszországban nagyon erős a baloldal, és ráadásul a baloldalon belül ebben az időszakban a kommunista párt dominál. És elveszti a talajt a lába alól Olaszországban is, úgyhogy például mikor 58-ban Nagy Imre kivégzésére készülnek Kádárék, az olasz kommunista párt kérésére kell halogatni a kivégzést, mert választások előtt állnak Olaszországban. Úgyhogy ennek az erkölcsi tanítása azt gondolom, hogy világszinten örökérvényű. Azt persze hozzá kell tenni zárójelben, hogy aztán a kommunista párt Olaszországban is megerősödik. 58 után már újra. Így van, Enrico Berlinguer szerepére, ha gondolunk, később. Ez is megérne egy beszélgetést. Na, milyen leleményes a magyar a forradalom alatt, a Korvin közben fedő, tehát fazék fedőket tesznek le az úttestre, és megállnak a szovjet tankok, mert azt hiszik, hogy aknák. Mit emlékszik rá, legalábbis a tanulmányokból, én is csak onnan. Ugye ehhez azt kell tudni, hogy az a pesti srác, aki kimegy az utcára, és aki az év embere lesz a Time magazin szerint a következő évben, az a pesti srác a partizán filmeken nő fel. Tehát a szovjet partizán filmeken megtanulják azokat a technikákat, a molotov koktélokat, a különböző beugratás. Ugye a szovjet filmben a partizán hős egyedül megállítja az egész német hadsereget. Ezek a fiatal emberek ebből nagyon sok mindent megtanulnak, ráadásul azért azt se felejtsük el, hogy a pesti srácnál egy korosztállyal idősebb emberek meg hol szocializálódnak a két világháború közötti Magyarországon, ahol a nemzettudat és a nemzeti érzés életben tartása tulajdonképpen a haza túlélésének a kulcsa. Tehát ők egy olyan erkölcsi nevelést kapnak, amely 56-ban elképesztő módon mutatkozik meg. 56-ig hiába van Rákosi rendszer, a legaljasabb terrorral próbálják kiirtani a nemzeti gondolatot a magyar nemzetből, de nem sikerül. Egyébként ezt Kádár már megteszi egy teljesen új technikával, de Rákosiéknál még pont az a nagyon kézzelfogható vad terror az, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy mi a jó és mi a rossz. Ellen lehet állni. Ellen lehet állni az idegen ideológiáknak, az AVH-s terrornak. És ez a fajta ellenállás, ez a hihetetlen feltüzelt és mondom nemzeti érzéssel és haza iránti szeretettel feltöltött emberekben elképesztő teljesítményre sarkalja őket 56. októberében. Milyen érdekes, hogy a magyar nép akkor is ebben a borzalmas időszakban, a forradalom idején, szabadságharc idején is megőrizte a humorát. Hát mindenki emlékszik rá, hogy a padlássöprésekre azt találták mondani a magyarság, ugye agráriumban résztvevői, hogy zümmögnek a méhecskék, éljenek a téhescsék. Hát ez, akkor is még a humoros oldalát nézték a szenvedésben, az elnyomásban, vagy amikor ledöntötték a Sztálin szobrot, és csak a két csizmája maradt ott fent a talapzaton, 8-10 méteres talapzaton, akkor is a magyar vicc, a magyar utca mit mondott a pesti nép, hogy ki várta a legjobban a karácsonyt? Hát Sztálin, mert neki ott volt a csizmája. Igen, ez is a magyar népléleknek egy megnyilvánulása. Tulajdonképpen erről azért sokan beszéltek már, hogy a túlélésünk záloga valahol ez a humor. Hogyha belegondolunk, hogy az 56 utáni időszak egy olyan elképzelhetetlen megtorlást zúdít a magyarokra, amely összehasonlíthatatlan mondjuk a 49 után kibontakozó megtorlással is, és ezek után a konszolidáció pedig egy olyan lelki elnyomást hoz, amelyben a magyar humor az, ami talán a magyar népliek lelket túl segít túlélni, de ugyanakkor azért az is érdekes, hogy ezt a hatalom ki is használja. Tehát a kádári kultúrpolitika nagyon jól ráérez arra, hogy ez a humor az, ami erőt ad a magyarságnak, és hát gondoljunk csak Hofira, szelepként is használja később, és gyakorlatilag a társadalom ellen fordítja. Egyébként nagyon érdekes, ha már itt tartunk, hogy 56-ot is, hogy lehet
lehet a társadalom ellen fordítani. Most lehet, hogy meredeken hangzik, de tulajdonképpen a szovjet hatalom és a magyarországi kommunista párt is 56 nimbuszát, ami a világban, mint mondom, hogy minden zegezugába eljut, és hősként tekintenek a magyar szabadságharcosra, de ezt kihasználva gyakorlatilag egy torójai falóként a szovjet titkos szolgálat betolja a magyar hírszerzést nyugatra, és kihasználva azt, hogy a magyarokat szeretettel fogadják, egy olyan hírszerző hálózatot építenek fel Kádárék segítségével a 60-as évektől, amely a teljes újságíró hálózatot használja, és minden egyes valamire való világ újságíró szervezetébe beépülnek a magyar újságírók, és politikai állásfoglalásokra bírják. A 60-as évek végére nincsen olyan újságíró szervezet, amelyben ne lennének magyar, az elnökségében magyar tagjai, és ez 56 kihasználásának köszönheti a kádári hatalom. Ugyanúgy, ahogy a műszaki hírszerzés, a műszaki tudományos hírszerzés is, azért persze a magyar mérnökök nagyon jól képzettek, de a szovjet, vagy a kelet-német mérnököket, vagy akár a román mérnököket fenntartással fogadják Nyugat-Európában. A magyarokat 56 miatt tárt kapukkal. Tehát azért ennek megvan a fájdalmas oldala is, ennek a nagy hírnévnek, hogy ez bizony a kommunista hatalom a saját javára igyekszik fordítani. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm.